Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőjét, Halmai Tivadar képein Fehérvár történelme elevenedik meg, udvari táncenék a szimfonikusokkal, tisztújítás a Vörösmarty társaságnál és a fehérvári ünnepi könyvnapok eseményei. Ezekkel a témákkal jelentkezik ma esti magazin műsorunk, ne menjenek sehova, már is kezdünk. A Kaláka Együttes is fellépett a Városháza dísztermében a fehérvári könyvnapok, ünnepi könyvnapok megnyitó eseményén, ahol egyébként a Vajda János díjat is átadták. A Városháza dísztermében rendezték meg a fehérvári ünnepi könyvnapok ünnepélyes megnyitóját. Székesfehérvár önkormányzata nevében Földi Zoltán megnyitó beszédében kiemelte, hogy az a rendezvénysorozat, amellyel a város tiszteleg a költészet előtt, megerősíti a líra fontosságát a mindennapokban. Remélem, hogy június 10-ig bezárólag rengetegen fogják a könyvnapokat látogatni, akár az egészen piciktől, akik talán még csak most tanulják a betűvetést, egészen a nagyokig, a legidősebbekig. Széles a repertoár, rengeteg intézmény, városi intézmény fogad és rendez a könyvek alkalmával rendezvényt, és sok látogatási lehetőség van e napok kapcsán, és remélem, hogy megtellik a könyvek az olvasottsággal, egy igazi forgatag fog kialakulni mind a fiatalok, mind a gyermekek között. A könyvnapok díszvendége Lackfi János József Attila díjas költő, a kortárs magyar líra ikonja, köszöntőjében hitet tett a leírt szó a rímekbe álmodott gondolatok jövője mellett. Nem föltétlenül ünnepi dolog, hanem köznapi segítség is lehet. Egy irodalmi mű az olyan, mint egy háztartási kisgép segít élni, vagy egy kis állat, akit tartunk, megvakargatjuk a fületövét, elmeséljük neki a szerelmi csalódásainkat. Tehát egy irodalmi művel pár beszédet lehet kezdeményezni, és válaszol is bizonyos kérdésekre, akár a hétköznapokban. 2013-ban a Vörösmarty Társaság és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár kezdeményezésére alapították meg a Vajda János díjat, amelyet a Vörösmarty Társaság tagjai és a társaság rendezvényeinek irodalomkedvelő látogatói szavazatai alapján ítélnek oda. Nagyon örülünk, hogy itt már átadhatjuk a Vajda János díjat. 2013-ban döntött úgy a két egyesület, hogy létrehozza a Vajda János díjat, amelynek az a célja, hogy a Fejér megyében élő és alkotó költőket elismerje és jutalmazza. Erre született egy gyönyörű szép emlékplakett, amit ma átadunk majd a Vajda János díjas költőnek, és mellé egy emléklap és egy csekély pénzjutalom is, és bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen népszerű lesz ez az esemény, hiszen nagyon fontos, hogy teret adjunk a tehetségeknek, nagyon fontos, hogy minél többen megmutatkozzanak, hiszen nagyon sok tehetséges író ember él, nem csak Székesfehérváron, de itt Fejér megyében is, úgyhogy én nagyon remélem, hogy amikor a következő Vajda János díjat meghirdetjük, akkor minél többen fognak jelentkezni. Az idei díjazott Bobori Zoltán szépírói költői pályájának reneszánszát éli. Az elmúlt időszakban kötetekké formált míves verseiben olyan állapotokat rögzít, olyan mélységeket láttat velünk, ami bízvást a kortárs költészet élvonalába emeli. Versírónak lenni jó dolog, hogyha az ember valóban szereti a versírást és szolgálatnak tekinti. Mégpedig egyrészt a magyar nyelv szolgálatának, másrészt pedig mindazoknak, amik véleményem szerint egy költő számára kötelezőek a közéletünkhöz, egyáltalán az életünkhöz való hozzászólás. Nekem ez szent meggyőződésem, hogy egy költőnek ez a feladata. És nyilvánvaló, hogy az ember örül az elismerésnek, és esetlegesen a sikereknek, mint ahogy mondhatom, hogy számomra ez egy nagyon megtisztelő siker, a Vajda János díj, de a legnagyobb öröm az, mikor egy iskolai versmondó versenyen hallom a saját versemet a fiataloktól, vagy esetleg másutt is az országban. Szabadság jönnek létein, gyobánként sziklás mércein, szabad a patkonnak, szabad, véremmel rokonak adok. Szívemben csörged ez csomog, minden önvégyemben vagyok. Páncélom alatt színcogat, jeget pengető hangokat, tavaszok nyarak tűzeim, maradékaim s őseim.
vannak vidéket, viselem akár a bőrt a testemen, meggyödörben is gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édesség ízesül. Az est második felében a megzenésített versek magyarországi legendái, az idén fél évszázados jubileumát ünneplő Kaláka együttes, a székelyföldi magyar líra apostolára, Kányádi Sándorra emlékezve, Valaki jár a fák hegyén címmel idézte meg a nemrégiben az égbe távozott költő emlékét. Az első alkalom az ugye az volt, amikor a Kalákának egy erdélyi turné során valaki lejátszotta Kányádi Sándor saját előadásában a Elveszett követ című versét, és hát ez nagyon nagy hatással volt a zenekarra, úgyhogy következő évben már ebből dal is lett, és azóta aztán természetesen Kányádi Sándorral is megismerkedtünk, és nagyon nagy hatással volt ránk az ő verseinek a hihetetlen tisztasága, egyszerűsége, és ugyanakkor nagyon összetett és asszociatív világa. És mivel Sándor bácsi, hát elnézést, hogy Sándor bácsinak hívom, de hát én már csak így hívtam, mert hát tényleg mondhatni, atyai jó barátunk volt, szóval Kányádi Sándor versei általában nagyon szabályos ritmusban íródtak, és rémjelős versek voltak, ezért sokszor nagyon kézenfekvő volt őket megzenésíteni. Néha még a címe is, hogy kuplé a vörös villamoshoz, tehát már benne volt a címben, hogy ő mire gondolt, és ezt nekünk könnyű volt tovább gondolni. De hát volt rengeteg olyan gyerekvers, amiben máshonnan szaladtunk bele, folyóiratokból innen-onnan találtuk. Ezek is, ugye ő mindig azt mondta, hogy gyerekvers nincsen, illetve nincs különbség felnőtt és gyerekvers között, van jó vers és van rossz vers. És ő szelektált ez szerint, tehát a jó verseit megtartotta, a rosszakat meg lehet, hogy nem is írt soha, de én legalábbis nem olvastam. Szóval én a gyerekverseit is előszeretettel használtam, mert nagyon könnyű velük közel kerülni a gyerekekhez. Szóval hol így, hol úgy, vagy Dél-Amerikában voltunk, akkor ő ajánlotta, hogy ő is volt ott múltkor, vigyük vissza azt a verset oda, ahol ő, honnan ő az ihletet hozta magával, és akkor mi majd azt a dalban előadjuk, ugye a Dél-Keresztje, vagy a Cartagena. Szóval sokféle szálon táplálkozik ez a mi vonzalmunk, és nagy szerencsénkre mondhatjuk, hogy ez kölcsönös volt. Amen. Köszönöm szépen. De illik rám, s te rád. Félszeg is, mint az iménti asszonánc. Az est hozadéka nem is lehetett más, mint hogy a Városházára látogatók megerősítést nyerjenek Juhász Gyula gondolatának megértéséhez, miszerint a költőnek van a legszebb hivatása e földön, mert hogy ő az, aki halhatatlanná varázsolja a mulandóságot. Tisztújító közgyűlést tartott a Vörös Marti Társaság, városunk egyik irodalmi kulturális életének zászlós hajója. Eredményes volt a közgyűlés, a vendégem pedig itt van velünk, Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke, régi új elnöke. Köszöntelek, Zolikám. No, hát ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi vezetett eddig, hát nyilvánvaló, hogy a közgyűlésnek rendje és ideje van, viszont nézzük meg már is, hogy milyen eredménnyel zárult ez a közgyűlés. Tehát elnöknek egyhangúan téged választottak ismét, viszont az alelnökök egy kicsi változás történt. Igen, és nem is kizárólag tisztújító közgyűlés volt, hanem az alapítókirat módosítás is, hiszen
több mint 10 esztendős volt az alapító okiratunk, aminek hát egyrészt ilyen praktikussági okai voltak, másrészt pedig törvényi előírások szerint változtattuk meg a társaságnak az alapító okiratát és a alapszabályát. Hát eljött az idő ennek a tisztújításnak, és hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy újra választottak erre a rendkívül tiszteletre méltó feladatra, és hát nagyon megbecsült feladatra. Pótolhatatlan ember nincsen, de sajnos olyan sincs, aki ezt a munkát, ennek a munkának az összes felelősségét vállalta volna, úgyhogy hát így aztán én voltam az egyetlen jelölt, és a közgyűlés természetesen megszavazott engem, illetve hát nem mondom, hogy természetesen, de hát nem volt más jelölt, úgyhogy tovább kell csinálnom ezt a nagyon megtisztelő feladatot. Én gondolom, hogy mindaddig, amíg az ember nem tudja nyugodt szívvel és lelkiismerettel átadni valakinek, elsősorban egy fiatalabb elnöknek vagy elnökjelöltnek. Nos, az alelnökök személye is érdekes, nyilvánvaló, hiszen az alelnökök azok, akik ebben a nagyon-nagyon komoly munkában a segítségedre lesznek, ahogy eddig is. Igen, az eddigi 17 tagú elnökséget nagyon nehéz volt mozgatni, és indokolatlannak tartotta a tagság, hogy ilyen nagy létszámú elnökség legyen. Ezért aztán többek javaslatára döntött úgy a tisztítőközgyűlés, hogy én lennék az elnök, van egy általános alelnök, dr. Lukács József, és minden feladatnak megvan az elnökségi tagja, alelnök mondhatnánk. Így az irodalmi alelnök az P. Maklári Éva lett, a művészetekért felelős, ezt ki kell hangsúlyozni, hogy felelős alelnök Lakner József. Ike, aki az Áron Nagy Lajos művészetbarátkörnek is elnöke. Igen, ez teljesen egyértelmű volt, és Bakonyi István, akinek a nagy társadalmi ismertsége és elismertsége miatt a társadalmi kapcsolatokért felelős alelnöke lesz, illetőleg hát alelnöke a Vörösmarty Társaságnak. Én nagyon bízom abban, amit a beszámolomban is megfogalmaztam, és az elfogadó nyilatkozatomban is, hogy valóban elnökségi tagokkal meg tudjuk osztani a munkát, és talán még dinamikusabb és még eredményesebb lesz a társaság tevékenysége, bár azt hiszem, hogy nem panaszkodhatunk. Igen, hát erről kell, hogy beszéljünk, hiszen egy irodalmi művészetbarát társaság a 21. században, tehát 2019-ben, ezekben az esztendőkben rendkívüli felelősséggel bír. Hogyan lehet kitágítani azt a kört, hogyan lehet elérni azokat az embereket, akik mindez idáig nem foglalkoztak irodalommal, hiszen ez is az egyik cél, hogy ne legyen ez a közösség egy belterjes közösség. Igen, azt abszolút egyetértek a meglátásokkal. Azt azért megint hangsúlyoznom kell, hogy mi egyáltalán nem panaszkodhatunk a Vörösmarty Társaság taglétszámát illetően, és a rendezvényeink látogatottságát illetően. Hát aki járja az országot, mi pedig nagyon gyakran és sokfelé megfordulunk. Mindenütt nagy probléma az, hogy kevés érdeklődő van általában a rendezvényeken. Hát nem akarok most példákat mondani, hogy például most legutóbb egy budapesti nagyon komoly rendezvényen néhányan voltak csak. Ugyanakkor hallom, hogy más esetben pedig több, mondhatnám azt, hogy több száz hallgatója volt az illető rendezvénynek. Tehát bár mi hangsúlyozom, hogy mi nem nagyon panaszkodhatunk az érdeklődést és a látogatók számát illetően, de hát persze az ember
igyekszik elérni azt, hogy még többen jöjjenek, és elsősorban a fiatalok jöjjenek. Ez a nagy bánatunk, hogy viszonylag kevés fiatal. Igen, ezt számtalanszor hallom. Ugyanakkor megmaradt az alap, tehát a könyvkiadás, a kiállítások rendezése, az irodalmi estek rendezése, visszatekintés egy-egy nagy költőnk életére, ez mind-mind olyan program, amelyet a székesfehérváriak szívesen látogatnak. Vannak-e új terveitek? Tulajdonképpen nincsenek, ezeket szeretnénk, amikről beszéltünk, és ami azt hiszem, hogy nagyon jól működik a társaság életében. Vannak természetesen mindig új gondolataink és elképzeléseink. Mindegyik azt szolgálja, hogy valóban jó szórakozás és tanulságos együttlétet tudjunk biztosítani a hallgatóinknak. Nyilvánvalóan az elsődleges célunk a magyar irodalom népszerűsítése, és ezen belül is a kortárs magyar irodalom reflektorfénybe állítása, ezen belül pedig hát természetesen a hazai, tehát a fehérvári írók, költők, vagy a megyei írók, költők munkásságának a népszerűsítése, és az, hogy kedvet kapjanak az emberek a kortárs magyar irodalomhoz, olvasásához, és hát ha már itt tartunk, akkor a versmondóknak pedig ahhoz, hogy kortárs magyar irodalomban mélyedjenek el és vállaljanak verseket ebből. Nekem meggyőződésem, hogy te is nagyon jól tudod, hogy kiváló versek állnak a versmondó fiatalok rendelkezésére. Rá kell őket vezetni, és meg kell őket győzni arról, hogy ez egy nagyszerű költészet, kiváló versek vannak. Én nagyon szeretném, hogyha most, hogy készültök a verstáborba, szeretném, hogyha Kubik Anna elvállalná azt, hogy a nemrég megjelent Carmina Alberégié című kis könyvünkben szereplő versekből ott készítenének egy kis összeállítást. Ha ő ezt vállalná, és a fiatalok is vállalnák a versek megtanulását, akkor talán lehetséges lenne, hogy vagy augusztus végén, vagy szeptember elején ezzel a műsorral indítanánk a szezont. Én erre ígéretet teszek, bizakodó vagyok természetesen, hiszen a Versek ország útján egy nagyszerű kötet, ami méltán viszi hírét a Vörösmarty Társaság költőinek. Nos, hát köszönöm szépen. Ráadásul ugye itt vagyunk a fehérvári ünnepi könyvnapok kellős közepén. Én azt gondolom, hogy számtalan olyan esemény van, amire meginvitálhatjuk a közönséget. Én köszönöm neked, erőt kívánok, egészséget. Én azt hiszem, hogy a szívöröm hirdetése a legfőbb cél, az mindenképpen, ahogy az alapítókiratban is megfogalmazódott, az tovább visz majd bennünket. Köszönöm szépen. Bach és Handel művei is felcsendültek az Alba Régia Szimfonikus Zenekar legutóbbi koncertjén, az Udvari Táncenék címet viselő esten, ahol egyébként Krúdi Tamás, a Nőklapja újságírója vendégként vallotta pályájáról. Borivárban folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar a Somorjai Bérlethez kapcsolódó hangverseny sorozata. A több mint koncert vendége ezúttal a kortárs magyar újságírás egyik kiválósága, Krúdi Tamás, a Nőklapja munkatársa volt. Csodálatos helyszínen játszhatunk ismét ugye a megszokott borivári koncert, és több mint koncert, hiszen vendégünk lesz Krúdi Tamás, a Nőklapja szerkesztője, újságírója, aki a zenék között néhány érdekességet el fog mondani. Küzdöttünk az időjárással, két alkalommal is el kellett hagynunk a koncertet, amikor is Bősz Ádám lett volna a házigazdája a koncertnek. Most az első napon Bolla Milán, aki a Bartok Rádió
egyik műsorvezetője, ő fogja konferálni a műsort, illetve ő fog beszélgetni Kródi Tamással. Este a szimfonikus zenekar művészeti vezetője Dubovszky Gergely vezényletével a barokk zene három korszakos zseniének művei csendültek fel, Bach brandenburgi versenyének nyitódala, Rameau Hébé ünnepei és Handel tűzijáték szvittje. Nekem nagyon érdekes az, hogy három teljesen különböző arisztokrata udvarnak a zenei, hogy találkoznak, és a brandenburgi verseny tele van gyönyörű szólókkal, a Rameau az egy nagyon különleges ízvilágú dolog, amit nem nagyon szoktak játszani, és hogy nagyon különleges, hogy milyen játszuk, és hát a tűzijáték szvitt meg egy igazi sláger, ezt mindenki szereti, angol pompa, trombitákkal, üsdobokkal. Nagyon várjuk. Bolla Milán a Bartók Rádió műsorvezetője, aki maga is aktív muzsikus, az est moderátoraként mersőséges hangulatú diskurzusban szólította meg Kródi Tamást, a mai magyar újságírás egyik hiteles tollforgatóját, a Nőklapja vezető szerkesztőjét. Nagyon várom én is ezt a beszélgetést, és kíváncsian fogom kérdezni majd Kródi Tamást. Egyrészt az újságírói pályájáról, ennek a kettőségéről, hogy hogyan jutott el egy női magazinhoz, mint férfi újságíró, illetve hát valóban azokról a tanúságtételekről is kérdezem majd, ugye feleségével együtt sok helyen tartottak majd már előadást, de ő maga zenélt is, csellózott 4 évig, illetve most is énekel kórusban, úgyhogy így a zenéhez fűződő kapcsolatáról is kérdezem majd természetesen. Kródi Tamás hadgyermek édesapja, kötődése a családhoz, a hídvéli tisztasághoz országszerte ismert, hiszen feleségével körbejárják a hazát, megerősítve a házasság eszményét. Nagyon sokat beszéltek arról, és majd viszonylag divatos gondolkodásmód az, hogy a mi teremtjük tulajdonképpen ezt a világot a saját szavainkkal. Tehát, hogy mi vagyunk ennek az egésznek a kreálói, tehát akkor nyer valami létet, hogyha mi ezt elnevezzük. Tehát a nyelv az, ami az egész világot kreálja, és mi nekem a legnagyobb bizonyíték arra, hogy ez nem így van. Meg tulajdonképpen arra is, hogy az embernek van lelke, az maga a zene. Klasszikus zene barátai legközelebb szeptemberben találkozhatnak az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral a Somorjai Bérlet keretében. Dínyi és Soma dirigálásával egy barokkes dallamai csendülnek fel a Magyar Rádió gyermekkórusának vendégszereplésével. Székesfehérvár a koronázó város múltját és jelenét idézi meg festményein Halmai Tivadar művész, akinek a Nyitrai úti közösségi házban nyílott nemrégiben kiállítása. A művész egyébként Csiklósi Gyula régész professzor kutatásai alapján készíti festményeit. A Nyitrai utcai közösségi házad otthont Halmai Tivadar Székesfehérvár múltja és jelene című kiállításának. A tárlaton a művész azokat az alkotásait tárta a képzőművészet barátai elé, akik szeretnék hitelesen megismerni a királyi város épületeit az adott történelmi korban. Halmai Tivadar egy olyan művész Székesfehérvárnak, aki Székesfehérvárról alkot. Az ő műveinek a témája, tárgya, ami szeretett városunk, annak mind a jelenje, mind pedig a történelmi múltja. Történelmi múltja tekintetében pedig Siklósi Gyula professzor úrnak, városunk díszpolgárának a kutatási eredményeit használja. A körülöttünk lévő festményeken is olyan ábrázolások történnek a történelmem vonatkozásában, amelyek Gyula bácsi munkásságának eredménye, és most pedig egy művész alkotása. És azt hiszem, ez a kettő egy nagyon hiteles művet és egy életpályát, a művészeti életpályát is eredményezett, ami nekem mindig nagyon megfogó ezekben a képekben, hogy Halmai Tivadar kifejezetten azt keresi, hogy mi volt Székesfehérvár, és miközben
közben keresi, közben be is mutatja nekünk, és egy kicsit könnyebben elképzelhetővé teszi számunkra azt, hogy adott esetben mondjuk a koronázó templom esetében milyen katedrálist vesztettünk, de a lehetőséget megadja, hogy egy kicsit mégis bepillantást nyerhessünk Kor-Európájának egyik legjelentősebb egyházi épületébe, amelyen belül azért mégiscsak a világi események közül legfontosabbak a koronázás is történt évszázadokon keresztül. Halmai Tivadar a koronázó bazilika megfestése előtt Siklósi Gyula régész professzorral tanácskozott, aki megismertette régészeti kutatásai eredményeivel, illetve segítséget nyújtott a történelmi háttér megismeréséhez. A festészetem nagy részt a város történelmével, annak építészetével foglalkozik. Ez mindegy kivetíti a belső gondolataimat, a belső lelki világomat, és mindegy szeretném tolmácsolni a néző felé azt a hangulatot, ami ezt a várost, a valamikori királyi koronázó fővárost jellemezte. Erre, ha valaha, akkor most talán még nagyobb szükség is van, mert azt gondolom, hogy ezek a néző szemében egy olyan állapotot jeleznek, ami a valóságban kín általában nem látható, de ráébreszthetik arra, hogy hol él, hogy milyen értékei vannak ennek az országnak, amiért 1000 éven keresztül vérzett ez a nemzet és küzdött. Fülöp Gyula, a Szent István Király Múzeum nyugalmazott igazgatója előadásában megidézte a koronázó bazilika építésének és lerombolásának történetét, és kitért Vartai Ferenc várkapitány török elleni harcára is, ami Halmai Tivadar két művét is megihlette. Nem csak a régész szemével, hanem mint városlakó is, és 40 éve itt lakó polgár, és kutatója Székesfehérvárnak, azt mondhatom, hogy ez a tárlat a három történeti képével egy teli találat Székesfehérvárot, és talán országosan is. Az a kép, amelyről ma beszélni fogunk, Székesfehérvár egy fontos történelmi pillanat eleveníti meg, amikor is a város 1543-ban török kézre került első ízben, és 155 évig török kézen is maradt. Szakáll Antal festőművész az alkotások elemzésekor kifejtette, hogy az egyedi korhű ábrázolásokból a látogató hitelesen ismerheti meg Székesfehérvár múltját és jelenét. Az biztos, hogy az ember ez tökéletességre törekszik, szinte képírással foglalkozik, és a művészeti vonalban olyan, hogy tökéletesen érthető. Tehát végre már eljutottunk odáig is, hogy olyan kiállítást is találunk, amihez nem kell magyarázat. Technikailag tökéletes megoldások, mondjuk a figuráknál anatómiai, meg egyéb egy-két kisebb probléma még akad, de az a komoly és felelős munka, amit végez, meg amit kutatok. Mert ezekhez különösen a fehérvári vár védelméről szóló kép, azt például rengeteg utánakutatási anyagból tevődött össze. És ahogy biztos vagyok abban, hogy ez az ember még folytatni fogja. A kiállítás a vasárnap délelőtti istentiszteletek előtt várhatóan augusztusig a Nyitrai utcai közösségi házban várja a látogatókat. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta magazin. Legközelebb egy hét múlva számítunk majd kollégáimmal a figyelmükre. Kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!